Tavaly hirdette meg a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága azt a fotópályázatot, aminek a legjobb beérkezett alkotásai közül több tucatnyi most Bonyhádon a művölődési ház mögötti téren látható. Ennek a lényege az volt, hogy bárhol is éljenek magyarok, küldjenek be egy fotót a világ csodáiról. Tehát magyar szemmel ki hogy látja egy adott pillanatban 2021-ben a világot, a világ eseményeit, bármit, és bármilyen témában. Az alkotók pedig szép számmal küldték is a fotókat a felhívásra. A zsűri végül 101 képet választott ki első körben. Ezeket állítottuk ki a parlamenttől, nem messze az Alkotmány utcában, gyakorlatilag a parlament volt a háttér, itt volt látható ez a szabadtéri kiállítás. Ezek közül a Magyarság háza 48-at kiválasztott, és 48 képet állítottunk ki itt Bonyhádon, augusztus végéig láthatóak ezek a képek. Remélem, hogy minél többen meg tudják nézni, csodálatos képek egyébként. A különleges szabadtéri fotókiállítás tehát augusztus végéig tekinthető meg Bonyhádon.